A hírmozaikot látják, köszöntöm Önöket, először nézzük kiemelt híreinket röviden. Fejlesztés, több megújult utat is átadtak Várpalotán. Rekonstrukció, nyilászárókat cseréltek és hőszigetelték a homlokzatot a Falérenő szakképzőiskola Bartók Béla úti kollégiumában. Pirula, a várpalotai magánpatikák nyitvatartási idején változtatna a demokratikus koalíció. Nyugdíjrendszer, egészségügy, bérunió. A Jobbik elnöke és a párt szakpolitikusai tartottak lakossági fórumot Imatán. Az elkövetkezendő években több milliárd forintnyi összegű fejlesztés valósul meg Várpalotán. Megszépül a Turivár környéke, tanúszoda és tornacsarnok épül városunkban, és hamarosan átadják a másfél évtizede várt elkerülő utat is. A nagyívű fejlesztések fontos mozzanata az utak járdák felújítása, melynek jegyében a héten több megújult utat is átadtak a lakosságnak. Közelhozni, összekötni, közösséget összefűzni. És ha kérdeznéd, mi az álmom? Rajtam ember, vígan járjon. Kátyum, gödröm, egy se legyen. Szolgálatom, simán legyen. Tavaly év végén Várpalota 450 millió forintot kapott a kormánytól. Az összeget kifejezetten járda és út, valamint parkolók felújítására, illetve építésére kívánja fordítani az önkormányzat. Úgy határoztunk, hogy minden körzetben legalább egy utcát szeretnénk felújítani. A Tésidombon a Körmöcbánya utca mellett döntöttünk, ami az egyik legforgalmasabb. Mellette van a Bánarad általános iskola, a Szivárvány óvoda, illetve más szociális intézményünk is található itt, és fontos volt, hogy ez megújuljon, és nagyon örülök, hogy az út mellett a járda, illetve a társasházakhoz tartozó parkolók is felújításra kerültek, illetve az ideiglenesen használt parkolóra most egy új aszfaltréteg fog kerülni, és ezt is parkolóként lehet a továbbiakban használni. A Tésidombon a Körmöcbánya utca közel 65 millió forintból újult meg. A hétfői átadó ünnepségen Katona Csaba alpolgármester, egyben a városrész önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, az utak nem csak a közlekedést teszik lehetővé, hanem minket, embereket is összekötnek, és éppen ezért fontos, hogy úgy tekintsünk a közterületekre, mint közös értékeinkre. Nagyon fontos az, hogy a közterületeket magunkénak érezzük, és arra vigyázzunk is. És úgy gondolom, hogy ez a felújított közterületek most már a Tésidombon nagyon megérdemlik azt, hogy mindannyian odafigyeljünk rá és óvjuk, hogy minél hosszabb ideig tudjuk ezt mindannyiunk örömére használni. Annyit még elmondanék, hogy ez az idei felújítás, ez 65 millió forint összegben zajlott egyébként, és azon kívül, hogy sikerült az utcát felújítani, még pár járulékos dolgot sikerült a kivitelezővel elkészítetnünk. A beruházás keretében az út, valamint a járda felújítás mellett elkészült a szociális konyha hátsó bejárata is. Ezzel az óvoda udvara még biztonságosabbá vált. Campanári Talabér Márta az eseményen reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz az a pályázat, amit a Bánaladár általános iskola felújítására nyújtottak be. A megújult Körmöcbánya utcát átadó ünnepségen a helyi lakosságot a Bánaladár általános iskola tanulói köszöntötték egy műsorral. Kedden Inota városrészben tartottak átadó ünnepséget. Az elmúlt hónapokban megújult és szilárd burkolatot kapott a Tököli utca, a Zöldfa utca, valamint a Vásárhelyi utca. Utóbbiban térkövezett járdát is kialakítottak. Erre a beruházásra a magyar kormány által biztosított keretből 62 millió forintot fordított a várpalotai önkormányzat. Ez egy régi adóssága volt már Várpalota város önkormányzatának. Az útfelújítás jövő tavasszal folytatódik. Campanári Talabér Márta a polgármester elmondta, az önkormányzat szívügyének tekinti a közterek megújítását, amihez nagy segítséget nyújtott a kormánytól kapott 450 millió forint, valamint a közútkezelő ZRT közreműködése is. Emellett a jelentős összeg mellett a Magyar Állam, illetve a Magyar Közútkezelő ZRT jóvoltából a Szent István utcának egy jelentős része is megfogadott.
fog újulni, amit városi kezelésbe fognak adni, illetve a Szent Imre utca is. Az eseményen dr. Kontrát Károly gratulálta megvalósult beruházásokhoz, valamint hangsúlyozta, az útfelújítások komfortosabbá teszik az itt élők mindennapjait. Pályázati forrásból, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően a nyílászárók cseréje és a homlokzat hőszigetelése is megvalósult a Faller Jenő Szakképzőiskola Bartók Béla úti kollégiumában. A környezeti és energiahatékonysági operatív programban összesen 116,6 millió forintot nyert el a Pápai Szakképzési Centrum, a Faller Jenő Szakképzőiskolája és kollégium Bartók Béla úti kollégiumának, illetve az Irci Reguli Antal Szakképzőiskola és kollégium energetikai felújítására. Az elnyert összeg azonban nem lett volna elég mindenre. A várpalotai önkormányzat 25 millió forintos hozzájárulásának köszönhetően viszont az alsó szint és a tanműhelyek épület részét is szigetelni tudták a kollégiumban. Az épület hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét követően egy teljesen új külsőt kapott a Faller kollégiumának épülete. A bentlakásos ellátást közel 50 diák veszi rendszeresen igénybe. A villamosipari tanműhelyekben, a gyakorlati órákon pedig 80 diák tanul. Az az elképzelésünk, hogy itt bent további férőhelyeket hozunk létre, és az az elképzelésünk, hogy a közösségi tereinket úgy alakítsuk ki, hogy a szabadidős tevékenységeket, a délutánokat is kellemes körülmények között tudják tölteni a tanulóink. A megnyitón részt vett Campanari Talabér Márta polgármester és Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója is. Komoly kivitelezés történt. Nagyon hosszú időre megold ezzel mind az energiahatékonyságot, mind pedig az esztétikumot, ami hát én azt gondolom, hogy ma egy nagyon komoly iskola marketing, vagy marketing elem, mert ahogy a polgármester azt is említette, hogy ha valaki bejön egy épületbe, az első benyomás az, amit lát fizikailag, és nyilván az a hangulat, ami abban a pillanatban őt megfogja, ez döntő lehet egy későbbi iskola választásnál. Óriási minőségi előrelépést eredményez az épületen elvégzett felújítás. Az ide érkező tanulók komfortosabb körülmények között tanulhatnak és pihenhetnek, hangsúlyozta Hajdú István igazgató. Hozzátette, nem csak a diákok komfortérzete javul jelentős mértékben, hanem az intézmény lehetőségeit is tágítja az épület korszerűsítés. Nagyon érdekes helyzetben van ugye a Faller, hiszen nagyon sok telephelye van, ezért legtöbben a belvárosi épületet ismerik, de legalább olyan fontos épületünk a Bartók Béla úti kollégium és villamosipari tanműhely. Ennek a felújítása zárult ezzel az eseménnyel. Július óta dolgoztak a kivitelezők a programon. Tulajdonképpen a Bartók Béla úti kétszintes épületünknek a teljes homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje valósult meg. Részben a Pápai Szakképzési Centrum pályázatából, részben pedig a várpalotai önkormányzat támogatásával. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép esztétikus épület, és egy nagyon ugyanilyen fontos szempont, hogy egy energiatakarékosságában is követhető projekt alakult így ki. Campanari Talabér Márta polgármester szerint az önkormányzat és a Faller Jenő iskola között kiváló az együttműködés, és folyamatosan erősödik a kapcsolat. A város a következő évben a kerítés felújításához is biztosítja majd az anyagi feltételeket. Mostanában nagyon sok közös programunk van a Faller szakképzővel, és ez jó dolog. Júniusban volt már egy hasonló összejövetel, amikor beindítottuk ennek, vagy elmondtuk, hogy elindul ez a projekt, hiszen a Pápai Szakképző Centrum nyert egy nagyobb összeget két kollégiumnak a felújítására, azonban Várpalotán a kollégium nem önmagában van, hanem az épületnek része a tanműhely is. Azonban arra a kiírt pályázat nem vonatkozott, ezért ha a város nem tesz hozzá 25 millió forintot, akkor egy felemás megoldás jött volna létre, és a képviselőtestület úgy döntött, az idejében megengedte a költségvetésünk, hogy saját forrásból ezt az összeget biztosítsuk, így most egy komplex felújítást lehetett végezni.
a Pápai Szakképzési Centrum Várpalotai és Zirci kollégiumában együttesen közel 117 millió forint értékben végeztek energetikai felújítást. Várpalota önkormányzata további 25 millió forinttal támogatta a Bartók Béla úti beruházást. A nyílászárók cseréjének és a szigetelésnek köszönhetően közel 40%-os fűtési energiamegtakarítás várható. A Fallernak vannak új képzései. Ezek a képzések azt is fogják jelenteni, hogy várhatóan bővülni fog azon tanulók létszáma, akik vidékről fognak ide érkezni, hogy itt tanuljanak. Azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen körülményeket biztosítunk az ide érkező diákoknak, és ez most egy óriási minőségi előrelépés már az, amit most elvégeztek munkát, illetve az, ami még a jövőben előttünk áll, de ugye el kell érni a 21. századi körülményeket. A közelmúltban benyújtott pályázati forrásokból a belső tereket is szeretnék megújítani a kollégiumban. A várpalotai magánpatikák nyitvatartási idején változtatna a demokratikus koalíció. A párt szerint a jelenlegi rövidített nyitvatartás nem jó megoldás, ezért Várpalotán, Pétfürdőn, Berhidán és Peremartonban is aláírásgyűjtésbe kezdtek, melyből eddig mintegy 1000 gyűlt össze. A várpalotai magánpatikák az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Egészségügyi Intézet engedélye alapján már több mint 2 éve 22 óráig tartanak nyitva. A gyógyszertárak éjszakai igénybevétele havi szinten 1-2 alkalom volt, így az ANTS is indokoltnak találta a rövidített nyitvatartást. Deák Istvánné a témában tartott pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, a kezdeményezés pártoktól független, a város érdekeit szolgáló ügy. A képviselőasszony hangsúlyozta, Várpalota önkormányzata több önként vállalt feladatot is támogat saját költségvetéséből. Szerinte ezek mellé kellene beemelni a gyógyszertári éjszakai ügyelet többletköltséggel járó anyagi támogatását is. A tovább lépést úgy tervezem, hogy a következő testületi ülésen napirend előtt szeretnék ezzel kapcsolatosan felszólalni, ahol szeretném elmondani a tapasztalatainkat, és arra kérni a képviselőtestületet, hogy kezdeményezzen egy tárgyalást újfent a gyógyszertárakkal, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. A férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulása, a differenciált nyugdíjemelés, a házi orvosi szolgálat, illetve a járóbeteg szakellátás rendbetétele, valamint a bérunió kérdése is szóba került azon a lakossági fórumon, melyet Vona Gábor pártelnök, illetve a Jobbik szakpolitikusai, Rigg Lajos és Kepri Lajos, valamint Galambos István várpalotai önkormányzati képviselő tartottak az Inotai faluházban. Vona Gábor hangsúlyozta, a bérunió nem a Jobbik, hanem 8 kelet-közép-európai ország kezdeményezése, melynek az a célja, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bérelve kerüljön be az Európai Unió alapelvei közé. A nyugdíj, illetve egészségügyi rendszerről, valamint a bérunióval kapcsolatos elképzeléseikről is beszéltek a Jobbik politikusai az Inotai faluház hallgatóságának. Vona Gábor pártelnök azt mondta, Közép-Kelet-Európa nagy problémája az alacsony bérek, és ez az oka annak, hogy a fiatalok, a középkorosztály, illetve mint fogalmazott, most már egyre inkább az idősebbek is elmenekülnek Magyarországról. Vona Gábor hangsúlyozta, pártja béruniós kezdeményezése arról szól, hogy szociálisan érzékeny közösségé tegyék az Európai Uniót, ahol a kelet-közép-európaiak nem arra kellenek csak, hogy az olcsó munkáról adják. Az elmúlt 13 évben, amióta a közösségnek a tagjai lettünk, sajnos a magyar bérek átlagértéke és mondjuk a nyugat-európai béreknek az átlagértéke nem közelített egymáshoz, sajnos, hanem inkább még távolodott is. Ma lényegében ugyanolyan árakon vásárolunk élelmiszert a boltokban, miközben a bérünk harmada, negyede vagy ötöde a nyugat-európai emberekének, és ezt nem lehet csupán azzal magyarázni, hogy a régiós gazdaság vagy a régiós vállalkozások versenyképessége alacsony, mert ez természetesen igaz, de ha az Európai Uniót valóban komolyan gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy közösség, akkor valamit tenni kell az ügyben, és ezt a témát még nem vetette föl érdemben senki. A mindenkori magyar miniszterelnökök nem beszéltek erről a kérdésről, nem vetették föl az európai csúcsértekezeteken, és mi azt szeretnénk, hogyha végre az Európai Unió alapszerződéseiben ez deklarációt kapna, deklarálásra kerülne, és végre érdemi lépések történnének ebbe az irányba.
A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban Vona Gábor arra figyelmeztetett, hogy komoly veszélybe sodorhatja a társadalom biztosítást a külföldre kivándorolt magyar lakosság nagy aránya. A probléma megoldásával kapcsolatban a Jobbik elnöke két megoldást emelt ki pártjuk programjából. Az egyik a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetősége, a másik pedig a differenciált nyugdíjemelés. Az egészségügy terén felmerült problémákkal kapcsolatban a megoldást pedig Vona Gábor a házi orvosi szolgálat és a járóbetegellátás rendbetételében látja, derült ki a fórumon. Kettő dolgot emelnék ki igazából most, csak aztán majd egy kérdést lesz, akkor nagyon szívesen válaszolok másra is. Az egyik az egy probléma, a másik az pedig egy megoldási lehetőség. A folytatásban Kepri Lajos országgyűlési képviselő beszélt a devizahitelesek problémáinak megoldásáról, valamint a párt munkahelyteremtési elképzeléseiről. Míg Rig Lajos országgyűlési képviselő az egészségügy terén tervezett reformokról adott számot a megjelent mintegy 30 érdeklődőnek. A dél-koreai Minhye Song lett a 7. Dávid Popper nemzetközi csellóverseny nagydíjasa. A rangos zenei megmérettetés gála hangversenyét az elmúlt szombaton tartották a Túrivárban. Idén kiemelkedően magas volt a versenyzők száma. 22 országból összesen 86 ifjú csellista mérte össze tehetségét 5 napon keresztül. A verseny igazgatója Szili Gabriella és Oncai Csaba zsűrielnök is egyaránt sikeresnek értékelték az idei rendezvényt. A záró gála hangversenyen Campanári Talabér Márta a polgármester elmondta, büszke arra, hogy városunk ad otthont a rangos nemzetközi megmérettetésnek. A városvezető szerint a sikernek 7 alapfeltétele van, ezek közül az első és az egyik legfontosabb a tehetség. Az a bizonyos szikra, a mélyben szunnyadó palás, amely nélkül a lehetőség lángja, sohasem kaphat magasra. Úgy mondják, a tehetség az a minden, ami még mindig semmi. Nélküle nem megyünk semmire, de csak vele sem. A sikerhez nélkülözhetetlen a kitartás, a szorgalom, a becsület, a hűség, az alázat és a szerencse, húzta alá Campanári Talabér Márta. A szerencsét bizony hiába keressük, mert csak remélhetjük, hogy ránk talál. Én azért hiszek abban, hogy aki megérdemli, ahhoz előbb-utóbb bekopogtat. Idén 5 korcsoportban 4 napon át versengtek és mutatták be tehetségüket, tudásukat és felkészültségüket az Oncai Csaba Kossuth díjas Gordonka művész vezette nemzetközi zsűrinek, az ifjú csellisták. A nemzetközi megmérettetésen 22 országból összesen 86-an vettek részt. Ebben az évben Magyarországról 18-an jelentkeztek, és ezzel ők alkották a legnépesebb mezőnyt, de jöttek fiatal muzsikusok Németországból, Ausztriából, Spanyolországból, Dél-Koreából, Lengyelországból, az USA-ból és Kínából is. Oncai Csaba zsűrielnök elmondta, örömmel tölti el, hogy a Dávid Popper verseny hagyománya 17 éve töretlen. A nemzetközi szaktekintély hangsúlyozta, a megmérettetésnek köszönhetően Várpalota ezen idő alatt cselló nagyhatalomnak is tekinthető. A Gordonka művész kiemelte, minden alkalommal nehéz dolga van a zsűrinek a legjobbak kiválasztását illetően. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem emeritus professzora úgy fogalmazott, senkinek nincs oka elkeseredni, ha a megmérettetés végén nem ér el dobogós helyezést, hiszen aki eddig a versenyig eljutott, azzal már nyert. Székely Éva többszörös olimpiai bajnokunk, bajnok 25 klasszikus mondását idézve, sírni csak a győztesnek szabad. Azt gondolom, ez a mondás nem csak a sportra igaz, hanem akár erre a mostani versenyre is. Hiszen az elé verseny értelme nem csak a nyerés. Itt nincs vesztes, mert aki eljött és megméretette magát, az már csak a felkészüléssel is nagyon magas színvonalra jutott. Oncai Csaba zsűrielnök mellett Szili Gabriella versenyigazgató is sikeresnek értékelte az idei rendezvényt. Mindig azt mondom egy verseny után, a verseny után, hogy ez volt a legjobb verseny. Hát most is ezt kell mondanom, hogy nem csak a létszáma volt nagyon magas a résztvevőknek, hanem fantasztikus mezőny jött össze, és ahogy szokás mondani, a zsűri nehezen döntött, valóban így van, hogy igazából majdnem mindenkinek dobogon lett volna a helye, különleges képességű csellisták jöttek. A 7. Dávid Popper nemzetközi csellóverseny nagydíjasa a dél-koreai Minhye Song lett,
aki a verseny fődíjaként az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2018-2019-es évadában egy Gordonka versenyre kapott meghívást. Valami elképesztő technikai és zenei tudással rendelkezik már most, és varázslatos egyéniség, én úgy gondolom, a színpadon. Minnye Song 4 éves kora óta csellózik. Mindig is nagyon szerettem a zenét, 12 éves koromban döntöttem el, hogy zenész leszek. A 22 éves dél-kórai csellistának ez volt a harmadik versenye, de most először ért el ilyen szép helyezést. Nagyon sokat készültem a versenyre, és nagyon nagy volt a feszültség, de már megnyugodtam. Mindenkinek köszönöm a sok segítséget és a támogatást. A záró gála hangversenyen a megmérettetés 5 korcsoportjának első helyezettjei léptek színpadra. Mintegy 40 millió forintnyi uniós támogatást nyert iskolai partnerség megvalósítására a közelmúltban a Vásárhelyi András tagiskola. A 2 éves projekt során 4 ország iskoláiba utaznak ki a várpalotát és iskolájukat képviselő gyermekek. A program ideje alatt a tanulók különböző területeken fejleszthetik majd idegen nyelvi képességeiket. A román, a portugál, az olasz, az észt és a lengyel delegációk tagjait hétfőn fogadta a Városházán Campanari Talabér Márta polgármester, Sauer István tankerületi igazgató, valamint a Vásárhelyi András tagiskola intézmény vezetője dr. Dobos Tamás. Campanari Talabér Márta köszöntőjében elmondta, a város nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően valósulhatott meg a mostani projekt. Petrozsénynek köszönhetjük, hogy létrejött és beadásra került ez a pályázat. Tehát azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy van értelme létrehozni a külkapcsolatokat, mert ezek által nagyon sok egyéb lehetőség nyílik meg várpalotai diákok, illetve felnőttek előtt. A projektben várpalotán kívül 5 ország, 5 iskolája vesz részt. A 2 éves program során 4 országba utaznak majd ki a diákok, intézményenként 3-4 tanuló képviseli a pályázatban résztvevő iskolát. Egyfelől a mi gyerekeink megismernek majd ezáltal más kultúrákat, másfelől pedig most olyan helyekről is érkeztek ide Várpalotára, illetve Magyarországra pedagógusok, ahonnan korábban nem voltak vendégeink, és azért így lehet vinni a városnak, illetve az országnak a jó hírét is, túl azokon a tapasztalatokon, amiket ennek a projektnek a során meg lehet majd szerezni. Az első projekt találkozó helyszíne Várpalota volt. Ennek keretében egyelőre csak a résztvevő iskolák pedagógusai látogattak városunkba, hogy a projekt hiányzó láncszemeit közösen rakják össze. Dr. Dobos Tamás régi terve volt egy olyan program beindítása, mely jobban bevonja Várpalota testvértelepüléseit a helyi oktatási intézmények életébe. A tavalyi év során Borbásné gazdag Gabriella segítségével találtak egymásra egy petrozsényi iskolával. Az ő kapcsolatrendszerüknek köszönhetően további 4 ország is csatlakozott a kezdeményezéshez, ismertette az előzményeket Dobos Tamás tagintézményvezető. Az egész pályázatot átíveli az, hogy itt egy idegen nyelv tanulásnak, idegen nyelv kompetenciának, ugye az angolnak a fejlesztéséről van szó. A tanulók részéről viszont egy nagyon aktív, mozgalmas, tevékenykedtető részeket jelent ez. A hét során a nemzetközi delegáció megismerheti a magyar oktatási rendszert, a Vásárhelyi András tagiskola, valamint az anyaintézmény, a Várkerti Általános Iskola működését is.
Bemutató órákat tartunk majd az ott lévő pedagógusoknak, és természetesen a projektnek az előrehaladásával kapcsolatos tevékenységet fogjuk majd átbeszélni, milyen módon kell lesz majd a nyilvánosságra hozni, milyen olyan kötelezettségeink vannak, amelyet a pályázat megvalósítása során fontos szem előtt tartanunk, és természetesen azokban az időkben, amikor még rendelkezésünkre áll ezen munkákon felül, azért meg szeretnénk mutatni nekik a települést, a megyénket, elmegyünk Veszprémbe, Herendi manufaktúrába, egy kicsit a Balatont nézzük meg, és az utolsó állomásunk pedig a Székesfőváros lesz, és hát ugye ott leszünk egy teljes napot. A fogadáson Campanári Talabér Márta polgármester, Várpalotát, míg Szauer István tankerületi igazgató a magyar oktatási rendszert mutatta be Dióhéjban a megjelent pedagógusoknak. Közel 100 helyi, illetve környékbeli diák vett részt a Túri György gimnázium nyílt napján. A múlt héten tartott program során a ballagás előtt álló általános iskolások az érdeklődésüknek megfelelő órákat látogathatták meg az intézményben. A szeptemberben induló tanévben 5 évfolyamos osztályba, angol és német nyelvi tagozatra, míg a 4 évfolyamos osztályokba természettudományos, humán, vizuális kultúra és általános tagozatra várják a jelentkezőket. Pályaválasztási nyílt napot tartottak a múlt hét elején a Túri György gimnázium és alapfokú művészeti iskolában. Az eseményen az érdeklődők az általános tájékoztatáson túl bepillantást nyerhettek az iskola hétköznapjaiba. A közel 100 helyi és környékbeli diák a nyílt nap részeként 3 egymást követő tanórában több előadást látogathatott meg, ülhetett be elsősorban az érdeklődésének megfelelő órára. A második, harmadik, negyedik órát órarend szerint hirdetjük meg, és ebből adódik, hogy bármelyik órára bemehetnek, amit tartunk, bármelyik osztályhoz. Javasoltuk a nyolcadikosoknak, hogy olyan órákat választanak, amelyek a leendő választásuknak megfelelőek, tehát attól függően, hogy melyik tagozatunkat jelölik meg, azokra az órákra be tudnak menni. A tanórák látogatásával a leendő tanulók képet kaphatnak az intézményben folyó oktatási munkáról, ismerkedhetnek meg a környezettel, a pedagógusokkal. A városi és megyei pályaválasztási kiállításokon való részvétel mellett a gimnázium minden évben meghívja a tanintézetben tovább tanulni szándékozó diákokat és kísérőiket. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ide az iskolába is ide hívjuk a diákokat, ugyanis a kiállításon vagy a városi tájékoztatón nagyon sokan vesznek részt, akik nem feltétlenül hozzánk szeretnének jönni. Nem csak olyanok mennek el, akik mindenképpen a mi iskolánk iránt érdeklődnek, viszont akik idejönnek, ők kifejezetten érdeklődnek a gimnázium iránt, és ezért kínáljuk nekik ezt a plusz lehetőséget, hogy órákat is látogathatnak. A Nepomukiból érkeztem, és azért jöttem, mert nagyon érdekel az iskola, és tetszik a nyelvi tagozata. Egy nyelvvizsgát mindenképpen szeretnék, és lehet, hogy egy angollal szeretnék elhelyezkedni majd valahol. Bakonyi Borbála igazgató helyettes fontosnak tartja, hogy a leendő diákok lássák, megtapasztalják az intézményben folyó tevékenységet, szembesüljenek a környezettel és leendő tanári karral. Tapasztalatok bizonyítják, hogy szívesebben jelentkeznek a diákok olyan iskolába, ahova belépve azt látják, hogy van gazdája az épületnek, hogy barátságos, emberléptékű a környezet. A 9. évfolyamban minden évben szoktunk egy felmérést készíteni, amiben megkérdezzük a beiskolázásunkkal kapcsolatban azt, hogy mi alapján döntötték el, hogy hozzánk jönnek, mi alapján választották az iskolánkat. És nagyon nagy számban jelölik meg itt az iskolában tartott pályaválasztási nyílt napunkat. A közvetlen tapasztalatokat az iskola falai között tudják megszerezni, illetve a diákokat, az órán folyó munkát is a helyszínen tudják a legjobban megismerni. Külön központi írásbeli felvételére nincsen szükség ahhoz, hogy valaki bekerüljön hozzánk az iskolába, hanem a 7. évvégi és a 8. félévi osztályzatok alapján alakítjuk ki a rangsort. Egyedül rajzból tartunk egy úgynevezett alkalmassági beszélgetést. Be kellett menni az igazgatóhoz, ahol várt ugye a művészet is tagozott tanár, illetve az igazgató. Behoztuk a rajzainkat, és megnézték, és megkérdezték, melyik a legjobb, melyik tetszik a legjobban nekünk. Itt nem kell saját munkát végezniük a diákoknak, hanem magukkal hozzák a mappájukat, a portfóliójukat,
amelyben szerepelnek azok az alkotások, amiket az órán, vagy szakkörön, vagy akár otthon készítettek. A többi tagozatra nem szükséges semmiféle felvételi. A 2018-19-es tanévben 5 évfolyamos osztályba angol és német nyelvi tagozatra, 4 évfolyamos tanrendbe pedig természettudományos, humán, vizuális kultúra és általános tagozatra várják a jelentkezőket. A régi hagyományoknak megfelelően idén is megtartották az első savató Faller napot a Pápai Szakképzési Centrum Várpalotai intézményében. A Diák Önkormányzat szervezte program keretében a 9. osztályosok múlt pénteki beavatását ezúttal is zenés bulival alapozták meg előző este az iskola diákjai. Az elsős avató megszervezésében és lebonyolításában mindig teljes szabadsággal rendelkezik a Faller Jenő Szakképzőiskola Diák Önkormányzata. A játékos vetélkedőket minden alkalommal vicces és elgondolkodtató feladatokból állítják össze. A diákok várják minden évben, készülnek rá, és megmondom őszintén nekem, mint pedagógusnak vagy mint iskolavezetőnek, nagyon sokszor például az előbbi esemény is megdöbbentem, hogy milyen tehetséges diákok vannak ebben az iskolában. Az előbb például egy adott szövegnek a felolvasása volt a feladat, és nagyon szépen, kiegyensúlyozottan, hangsúlyozva tudták ezek a gyerekek ezt a feladatot megoldani. Úgyhogy én magam szoktam meglepődni, vannak más ilyen rendezvényeink is, ahol a gyerekek meg tudják mutatni saját magukat, saját tehetségüket, és csodák születnek szinte. A versenyszámokat évről évre megújítják, de vannak rendszeresen visszatérő kedvencek is, mint például a szerelmi vallomás. Első avatónak hívjuk, tehát ahogy az egyetemen a gólyákat felavatják, úgy mi is felavatjuk az elsőseket az iskolában, hogy bekerüljenek a mi közösségünkbe, és együtt csináljuk végig a tanéveket. Reméljük, hogy nagyon sokáig itt lesznek. Idén kicsit nehezebb a dolgunk, hiszen rengeteg 9-es van. Ugye itt a csendet, fegyelmet is megtartani, hogy ugye a feladatok is pörgősen menjenek. Ugye sem az ő ideiket, sem a sajátunkat nem akarjuk húzni. A Faller napnak a hagyománya az, hogy a Faller nap mindig pénteken van, és ezt megelőzően csütörtökön tartunk nekik egy diszkót, hogy ezzel is jól ráhangolódjunk ugye erre a másnapi avatóra. Tegnap a diszkón nagyon sokan voltak, itt nagyon jó volt a zene. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültünk. Minden évben jó szokott lenni, de talán az idei volt az, amin a legtöbben itt voltak. A Faller Jenő iskolának több hasonló rendezvénye is van. Ilyenkor a fiataloknak lehetősége van megmutatni tehetségüket. Azt hiszem, hogy elhangzott az a kulcs szó, amíg meghatározza ennek az egész rendezvénynek a lényegét. Ezek gyerekeknek a befogadásának igazániból az utolsó eseménye, és ugye mivel arról beszélünk állandóan, hogy egy iskolának nem csak tanítani kell, nevelni kell, hanem ott az odajáró gyerekeknek jól is kell érezni magukat. Azért vannak ilyen rendezvények, amiket összekapcsolunk most ebben az esetben a névadónak a tulajdonképpen a névnapjával, és így a gyerekek sokkal, de sokkal jobban tudnak azonosulni mindazokkal a szabályokkal is adott esetben, amilyennek az iskolának elvárásai vannak velük szemben. A fődíjat a 9C csapata nyerte, a jutalom egy csoki torta, valamint 20 000 forint volt, melyet valószínűleg osztálykirándulásra fordítanak majd a diákok. A második helyen végzett 9A egy tortát, a bronzérmes 9S osztály pedig sok-sok csokoládét kapott nyereményként. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör meghívásának eleget téve tartott előadást a Rákóczi Telepi Tagiskola diákjainak az elmúlt szerdán Martinek János, kétszeres olimpiai, négyszeres világ és egyszeres Európa bajnok öttusázó. A rendezvényen az aktív sporttól 1999-ben visszavonult atléta a sportág történetének ismertetése mellett beszélt saját sportkarrierjéről, valamint az öttusa fejlődéséről és változásairól is. A múlt héten Martinek János kétszeres olimpiai, négyszeres világ és egyszeres Európa bajnok öttusázó tartott vetített képes előadást a Rákóczi Telepi Tagiskola diákjainak.
A neves sportoló a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör meghívására érkezett városunkba. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör több mint 10 évvel ezelőtt létesült, és többek között a programjába azt rögzítettük, hogy a városban élő sportolók népszerűsítése, illetve országos bajnokaink, olimpia bajnokaink népszerűsítése, hagyományok ápolása folyamatos legyen, és megismerje a mostani tanuló ifjúság ezeket az embereket, ezért már a kezdetek fogva évente egy alkalommal mindig meghívtunk egy olimpia bajnokot városunkba. Az elmúlt 3-4 évben ez már úgy alakult, hogy tanintézményekbe hívtuk meg, hogy a gyerekek találkozzanak az olimpiai bajnokokkal. Évek óta szerettünk volna a 6-os számú általános iskolának is egy olimpikont megnyerni, ami végre sikerült, és így került hozzánk Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok, illetve egyszeres bronzérmes öttusázónk. Az aktív sporttól 1999-ben visszavonult öttusázó a sporták történetét elevenítette fel előadásában, majd az öttusa fejlődését, változásait mutatta be. Ugye a felszerelések már változtak, biztonságosabbak lettek, erősebbek lettek a ruhák, hiszen nagyon sok vívó baleset is volt, nem csak az öttusában, törben és magában a vívásban is. Később légpisztolyra, állólövészetre cserélték a fegyvereket, most meg már pedig ilyen lézerfegyverek vannak, ami teljesen veszélytelen. A kétszeres olimpiai bajnok sportoló sportkarrierjének fontosabb állomásainak ismertetése során többször hangzott el Martinek mottója: soha ne add fel. Hitvallásának alátámasztására olyan példákat idézett fel, melyek bizonyították, utolsóból is lehetsz első, ha nem adod fel. A legnagyobb eredménynek a 87-es VB-t tartanám, egy utolsó helyről tudtunk nyerni csapatot. Én azt gondolom, hogy eredménynek ez a legnagyobb eredmény. A kapitányunk egyetlen egy dolgot kért tőlünk, hogy ne adjunk fel, és az utolsó pillanatig harcoljuk, emelt fővel tudjunk távozni a versenyből. Na ez annyira jól sikerült, hogy napról napra egyre előrébb kerültünk. Azt gondoltuk, hogy biztos ezüst van a zsebbe. Két páros után, akkor két magyar és két orosz versenyző leversenyzett, a Mizsér Attila, én és másik két orosz, már mi vezettünk 36 ponttal. Na hát egyetlen egy feladat volt Fábián Lacinak megtartani ezt az előnyt, amit begyűjtöttünk. Sikerült megtartani azt a helyet, és azt a pontot, és a végén mégiscsak a magyar vívőt játszották. Martinek János hangsúlyozta, a sportkarrier bármilyen csúcsra vezet is egyszer véget ér, ezért a tanulás legalább olyan fontos egy sportó életében, mint az eredményeket biztosító kemény edzés. Régen is bennem volt az, hogy én próbáljam továbbadni azt, amit a 25 éves pályafutásom alatt begyűjtöttem és összeszedtem. Éreztem is magamban azt a pedagógiai érzéket, hogy esetleg meg tudom fogni és át tudom adni azt a tudást, amit bennem van, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. És úgy veszem észre, úgy látom, hogy azért a legtöbben megfogadják azokat, amiket mondok, és ebben az évben van nagyon-nagyon jó eredményeket, sikereket értünk el, aminek köszönösen örülhettünk. A jelenleg a felnőtt és junior férfi versenyzők szövetségi kapitányaként tevékenykedő sportoló előadása végén hosszú percekig hősiesen állt a kisdiákok kérdéseinek, majd a rendezvény zárásaként az autogramot kérő gyerekek rohamát.